Most a Kisrágfogó együttes egykori dobosa Lakatos Pecek László mesél. A nagyapja volt a Szakcsi Dezső, az ország egyik legjobb csellósa. Mindenki zenész volt, csak az apukája nem lett zenész a Gabinak. De a család, mindenki zenész volt az ő családjában is. És azért jött ki belőle ennek a dolgok, amik kijöttek szegények. És ő miért kezdett a vendéglátó, az őség megélhetési szempontból? Hát neki is ugyanúgy lett két gyereke, ugye, egy fia, egy lánya, és hát ez valahogy nem volt semmi, nem tudtunk megélni. És hát akkor a vendéglátóiparban nagyon jó, akkor vonzó volt a külföld, hogy kimenjék külföldre. Aha. Mert akkor mindent el tudtál érni. És ő volt kinn egyébként? Volt, többször voltam. Nem bírta hosszú távon úgy, mint én, mert én bírtam hosszú távon, de nem hosszú távon, külföld is nem volt, de azért volt. És itt hol muzsikált, hol voltak az ilyen legismertebb helyei? A Városkapu akkor. Az itt a Calvin térnél van, mi a Városkapu? Igen, akkor Kecskeméti utcában. Tudom, hogy ment a Városkapuba, mert akkor végül is a kis Molen, ami Molerus, mert volt egy kis Molen, és akkor oda bekerült, és akkor ott volt sokáig, nagyon sok év. Ez ott a Nagymező utcában volt? Ugye Mule, az Molerus mellett, vagy nagy... A égésze alatt egy kis bár. Kis Mulen, aha. Igen, és akkor ott volt évekig, hosszú évekig. És az a Városkapu után, vagy ez? Városkapu után persze, mert akkor már, akkor nyílt a Molen, igen. És a haláláig, vagy? Hát akkor már haláláig, igen, onnél van. Most a Kisrágfogó együttes egykori basszusgitárosa Kunu László mesél a zenekarról. És megalkott a Kisrágfogó együttes. Füsti Balogh Gábor. Lakatos Tóni, Pecek Laci, én, és akkor még volt egy kongásunk, a Deli László, és ilyen vendégzenészként még akkor az a Johnny Lambizzi, az magyar származású olasz gitáros. Na hát akkor ilyen nappal a pecekéknél próbáltunk. De ilyen nappal, nekünk nem volt ezért volt címek, ilyesmi, hanem komoly próba. Hát, hány évesek voltatok akkor? Hát akkor én voltam a legidősebb, 18 körül lehettem, de például a Tóni 15, a Laci 16, a Füsti úgy szintén 16. Hát olyan gyerekek voltunk, de akárki így felléptünk bárhol, nem akarták elhinni a korunkat. Például első egy amatőr fesztiválon felléptünk, és a Komjáti Gyuri volt a zsűri, és azt mondta nekünk így szó szerint, most én magukat tovább engedem, mert azt a 200 nem tudom hány zenekarból, azt mondja, az FMH-ba volt a verseny. Tovább engem magukat, azt mondja, a legközelebbi versenyre nem tudnak eljönni, mert maguk muzsikálnak már. Elővettük a személyigazolványokat, úgy hitte, hogy mi gyerekek vagyunk, hogy fiatal gyerekek vagyunk, mert nem, egyszerűen nem akartál, szóval ilyen zenét, azt mondja, még... Ez az a Komjáti, ugye, aki a rádióban rengeteg műsora volt. Igen, így van, a táncerű műsorokat vezette. És akkor ezt a versenyt megnyertük, több zenekar indult ezen a versenyen, és akkor még Győrbe lementünk egy amatőr fesztiválra, azt is elhoztuk, azt a Vándor Serveget, azt elnyertük, és akkor külön szólistaként a Füsti Balogh Gábort kiemelték, a Lacit kiemelték, szóval a zenekarunkban mind a négyünket kiemelték, hogy a maga hangszerén mind kiváló. És ezáltal, hogy megnyertük ezt a Győri Fesztivált, automatikusan bejutottunk a Ki mit tud elődöntéjébe. Maga, ami már a tévébe szerepeltünk. És hát a fő zsűrid volt a Perny András, Major Tamás. Hát ott komoly zeneértő emberek voltak. És ami első elődöntőt megnyertük, és akkor a Major Tamás azt mondta, hogy hát nem tudok mit mondani, vonóval születtek. És beírtak rengeteg levelet, hogy megsértett minket, hogy azt mondta ezáltal, hogy romák vagyunk. Na most, amikor megnyertük a döntőt, akkor válaszolt erre a levélre, több levélre, hogy akit megsértett, úgy érezte, hogy megsértett, elnézést kért tőlük, de semmi szándéka nem volt megsérteni, eleve dicsérni akart minket, akkor csak annyit tud mondani, hogy ezeknek a hangszerek a bölcsőjükben benne volt. Most Kunu László Füsti Balogh Gáborról mesél. Ez nekem gyerekkori barátom volt, együtt töltünk fel. Hát milyen nappal együtt voltunk.
kimaradoztunk abban az időben. Laci, én, Füsti, Tóni. Tóni evett. A Füsti is evett csavarikán, nagyon szeretett halózni. Meg így mindjárt a gázsinkat, amit kaptunk, hogy elmentünk zsifen, elettük. Akkor én feljártam külön a lakására, valamit próbáltunk, ketten átvettünk dolgokat. De van egy olyan sztori, hogy találkoztunk zenészekkel, és jaj, mondták, jaj, de meghíztál, Füsti. És akkor azt mondja, azt így is. És akkor mutatta a kezét, úgy is. Szóval nem tudtál neki azt mondani, hogy ő ne válaszolt volna vissza. Uh-huh. Hát volt ilyen sztori is állítólag, hát játszott valahol vendéglátóba, Füstésbe jártak a Szakcsi, Babos, Csíkuszti. És hát ő természetesen mindenki beszállt ott játszani. Szakcsi is beszállt, Csóra Csibe is, Balog Jenci az is járt oda, de Füsti nagyon szerette a Jenőt. És mindenki zongorázó, és ez felherkelte magát, hogy a Szakcsi is szétszette a zongorát, a Csibe is szétszette a zongorát, Csíkuszti is. És felállt az asztalt, és azt mondta, akkor át zongorázok, a szívetnek leszakad. És akkor lejött szólóba zongorázni, Séri csend, meg sem mert egy se nyekkenni. De akkor át zongorázott, hogy hát, jó Isten kém, én nem tudom, mit te nagyon hamar elvette őt, tehát amikor a 80-as évek. 30 éves volt, amikor meghalt. Volt egy unoka testvére neki, a szegénykém, az is meghalt, a Lajhó Józsi, a csúf neve Tető volt, úgy hívtuk Tető. Két ég és a Füst, tehát a Füsti egy barna bőrű, egy cigánygyerek forma, a Tető az meg szőke. De hogy ezért is lett Füsti a Bence neve? Persze, anyukájáról, mert az anyukáját hívták így, és az élet így Füsti. És az volt ő zongorista, és az tehetségesebbnek indult, így tánzenei részben, mint a Kabi. És csak azt vettük észre, hogy mindenkit leherengerelt. Eltűnt, a Gabi eltűnt, és utána csak jött, hogy ez fel. Kitől tanult? Szakcsitól tanult, bent a stúdióba, meg a Csigusztitól. És egy év, másfél év, vagy két év alatt annyira kifort, de úgy berobbant, szó szerint berobbant a fiatal gyerekek, hogy igen, mertek leülni mellé zongora, mellette zongorázni. Mindjárt elájultunk, hogy borzalmas, hogy miket. Tehát a Béla nagyon komolyan hatott rá. Akkor a Csíkusztitól rengeteget tanult, attól is. Nagyon vidám természetű volt, mindenki zrikolt végképp. De bárki legyen, az kizrikolt. Pláne a muzsikus volt, ajaj. Az két percen belül ledarálta, úgyhogy szóval se tudott jutni, és mindenkit lehordott. Hát az időm az volt az, de az bárki legyen, nem. Ezértől senkitől, hogy most egy nagyobb zenész vagy nem. Talán én úgy gondolom, ami a szívén a száján, az egyből ki is mondta. De sokszor ez rossz is volt. Például a kategória vizsga. Na jöttem az A kategóriáért. Hát ez bent. Tudták, hogy lehengerel mindenkit, de én arra gondolok, hogy talán azért sem. Nem adtak át kategóriát nekem, csak B kategóriát adtak neki. Miért lejöttek talán ezek a kis beszólások. De azt utána, hogy ő idősödött, azért ez lejjebb hagyta. Pláne akkor már abba hagyta a jazz-t. Elkezdett vendéglátózni. Azt szó szerint vett, hogy pár számot tudott játszani vendéglátóval. És egy éven belül rendes, komoly műsora volt vendéglátó, egyedül el tudott állni. És komoly vendégek jártak, vendégköre volt már neki. De énekelt, és rengeteget járt a Korodívánhoz, meg a többi ilyen nevesebb zongoristák a vendéglátóba, és írogatta össze számokat, szöveggel, mindent leírta. Hol muzsikált ő vendéglátó? Azt hiszem a Szép Ilonkába játszott a Füsti, akkor játszott még drága Jóisten. Amit így köztudott, hogy tudok, hogy az a Szép Ilonka, oda jártunk mindig, amikor. És egyedül gondolom, hogy egyedül szólóba játszott, mert nálam egyedül játszott. És gondolom, hogy
nagyon komoly vendéglátó szinten. Hát akkor abban az időben a Tormarudi volt az a zongorista, meg a, előbb mondtam a nevét, a Korod Iván. Ezek voltak az éjszakában a sztárok. Uh-huh. Ezekhez jártak a romák menni számokat hallgatni, meg nagyon tudtak szórakoztatni. Olyan számokat énekeltek, meg játszottak, hogy elájult. Most Tony Lakatos mesél Füsti Balogh Gáborról. Lehettem olyan 16 éves, amikor legelőször a Füstivel találkoztam, az a Fákja klubban volt, soha nem felejtem el. Abban az időben az OSK-ban, akik jártak, a fiatal cigány gyerekek, azok mind oda jártak gimnáziumban. Az volt a gimnázium. És a Füstivel jártam egy osztályba. Ott is vettem meg a Füstit, még ilyen hosszú, segígérő, hosszú haja volt. Soha nem felejtem el. És akkor még nem játszottunk együtt, akkor csak jártunk a gimnáziumban. Aztán utána egy évvel általán, akkor még nem is szakszofonoztam, akkor még hegedültem. És aztán rá egy évre, amikor elkezdtem szakszofonozni, akkor megismerkedtem a Hecekékkel, a Laciékkal, és akkor őhozzájuk jártam fel, ott volt nálok mindig a kis elfogó próba. És akkor ott találkoztam a Füstivel igazán, szóval zeneileg is. Ott alakult meg a zenekar. Hát a Füstiről mit lehet mondani? Azt hiszem, hogy a minden idők egyik legtehetségesebb zenésze volt. Ő is azt hiszem járt jazz tanszakra, ugye? Hogyne, utána együtt jártuk. Az úgy volt, hogy megnyertük a mit tudott, és akkor az egész zenekart majdnem, hogy felvették a jazz tanszakra, csak a basszusgitáros, nem a Kuru Laci. A Laci járt oda, a Füsti, meg én. Szóval hárman jártunk. De ő nyert Lengyelországban egy nagyon komoly versenyt, első díjat. Tehát volt valami legenda, most nem tudom, hogy igaz, hogy repülőre szálltak föl a Leszkára Gárdonyi. Leszkára Gárdonyi, és ez a Lengyelország. Igen, és mondta, hogy ti miért jöttök úgyis én nyerem meg, és tényleg ő nyertem. Hát de azt mondja, hogy nagyon szoros volt, tehát azt a második a Leszkára lett, és azt hiszem a negyedik lett, a vagy harmadik. Szóval ott az első. Nagyon jó zongoristák volt. Hát a Füstinek erről is volt híres a Füsti, hogy nagyon nagy dumája volt, szóval óriási szórakoztató volt, hogy ugye volt olyan, igen, kicsit ilyen pizdáskodó. Nem pizdaságból igazán, hanem inkább viccesen csinált az egyet. Neki kik voltak a kedvencek, kik voltak a példaképek? Említed a Henkákat? Hát abban az időben a Henkákat nagyon-nagyon szerette a Füsti, de azt hiszem, hogy minden zongoristával foglalkozott. Uh-huh. Toszká Pitezont nagyon szerette. Bille Vanszot nagyon szerette. Uh-huh. És ő hangszerelni is szeretett egyébként? Tehát a kis elfogóban ő hangszerelt is, igen, vagy ezt inkább közösen csinált? Hát a hangszerelés az úgy nézett ki, hogy lejátszott valamit, és mondta, hogy te ezt játszott. Szóval nem volt leírva. Bottában soha nem volt semmi leírva. Csak az, hogy oda jártunk, de majdnem minden nap volt egy próba. Uh-huh. És akkor oda feljárt majdnem az egész mártástér, ott ültek az ágyakon, meg a főzőn. Az ő lakás utcán voltak ennek? Hecekéknél, itt a József utcában. És akkor tűnt az egész Mátyás, és az volt a próba, és akkor nagy ájulások, nevetések, viccek, meg jó volt. Hogy jött az ötlet, hogy ti felvegyétek a Rákfogó együttes nevét, mint kis Rákfogót? Mi akkor együtt voltunk, nekünk ők voltak a nagy példaképeink, a nagy Rákfogó, a öreg Szabcsi, meg a Habors, meg hát ezek az emberekkel. És ők vittek magunkkal minket játszani, amikor nekik volt egy koncertjük, akkor mi voltunk ilyen előzenekar. És mivel hogy ők voltak a Rákfogó, hát akkor mi vagyunk az először, mi voltunk a kis Rákfogó. És akkor ez így rajtunk is maradt, tudod én. De ez nem volt igazán, szóval nem volt semmi jelentősége. Időben, amikor játszottunk, akkor mindig az vette fel a Gácsit, aki előbb odajött a pénztárhoz. A zenekarból. És általában Füsti volt a legelőször. És akkor abból állt az egész gázs, hogy elmentünk mindjárt vacsorát, és akkor az, aki fölvett, az kifizette a vacsorát, de több pénzt nem adott senki. Most a Kis Rákfogó együttes egykori dobosa Lakatos Pecek László mesél a zenekarról. Mi voltunk az utolsók, akik a Mátyás térjek, az igazi Mátyás térjek. Tudod, hogy kiálltunk a Mátyás térjek. Igen. Még éjjel volt, nem jöttek a zenészek. És ott, ott együtt voltunk. És hát nekünk az volt a... Gyakoroltunk,
akkor próbáltunk minden nap. Hát mi nem próbáltunk, hanem együtt gyakoroltunk. Muzsikáltatok. Muzsikáltunk nálunk a József utca 7-ben. És te rögtön dobosnak készültél? Nem, zongoráztam 8 évig. Nem engedték a nyelmék, hogy dobos legyek, hanem akkor lettem dobos, amikor a Géza kiment, és akkor itt adott a dobfelszerelést, és én úgy lettem dobos, nem kellett kivinni dobot. Egy szomorzom volt, akkor hát az már nagyon nagy dolog volt. Olyan. És akkor úgy lettem dobos. És zongorázni klasszikus zenét tanultál? Klasszikus, persze, hogy nem. Uh-huh. Egy alapfokot elértem, tudod? Uh-huh. És dobolni kitől tanultál? Géza tanított, foglalkozott vele, de inkább más? Nem, őszintén, hogy a Géza az nem tudott tanítani, mert akkor ő kim volt 9 évig ja, Amerikában. És akkor hazagyött 9 év után, akkor mi már nekünk ment a szekér, akkor már megnyertük a több amatőr fesztivált, budapestit, országosat, Győrbe volt. Hát úgy mentünk, hogy a 3 amatőr fesztivált nyertünk meg országosan, és akkor mondták, hogy a kisrác fog megjelen, akkor már csak a második helyé ment a verseny. Mert tudták, hogy mi leszünk az első. A József utca 7 az egy legenda. Ti ott laktatok, ugye? Ez a ti lakásotok. És oda mindenki ott próbált. Szabcsitól, Abba Kosi, a Pege Amadár, Duka Norbert, ott mindenki megfordult. Csibe Balogyenlő, Csíkuszti. Ezek itt mindenki megfordult. Hogy ott az egész Mátyás tér oda járt föl végül is, és akkor ott gyakoroltunk, és akkor utána mentünk be a térre, hát az volt a szórakozás, hogy érdekeltünk a Mátyás téren. Uh-huh. Ott meg akkor gitározott a Kunó, meg többen gitároztak, a lányok énekeltek, táncoltak, uh-huh. Nagyon jó élet volt akkor, és a zenével nem sokat foglalkoztunk. És akkor Gabi, Füsti, én, a Laci, és Gede Jancsi volt elsőleg az arcafonosunk. És hogy ismerkedtetek meg Füstivel? Hát igen. Egy picit fiatalabb, azt hiszem. Igen, hanem ő a Kuli Gyula téren járt elsőnek a Gabi. Uh-huh. A Diószegi Sándor utcában laktak. De a zenét tudod mindig ha játszott egy ilyen rock zenekarban a Gabi, aztán Baros utcában itt volt a stúdió, tánc stúdió, oda jártunk fel. És akkor ott is, hát, de nekem első a rokonom a Füsti. Igen? Persze, hogy ne érted? De nem tartottuk annyira a kapcsolatot, mert ilyen okos semmélet, és akkor egyszer csak mi is mondta a jazzet, és mondta, hogy akkor csináljunk egy zenekart. És akkor, na mi legyen a neve, hát mi leszünk a kis rágfogó, mert nekünk a példaképünk a rágfogó volt. A Béláit, ami volt már. Igen. És akkor együnk ők voltak a példaképünk, és ezért lettünk be a kis rágfogó. És akkor így lett az, hogy megalakult ez a zenekar, a Kegye Janival, és akkor a Tóniról még annyit, hogy ő hegedűs volt. És akkor apukája meg az anyukája nem akart engem a szaxofonozni őtet, nagyon ellene volt a család, és akkor lementünk a gyerekné, hogy engedjék meg, hogy a Tóni szaxofonozzon, és akkor nagy nehezen megengedték, hogy itt van, hogy a Tóni szaxofonozzon, és egy év alatt a Tóni megtanultunk szaxofonozni, hogy mindenki elájult, hogy ez az ő hangszere lett végül is a Tóninak. Akkor megnyertük az első amatőr fesztivált, akkor vettek neki egy csehszlovák szakszafonit, sose felhettem el. És így azt mondták, hogy hegedűjön is, meg szakszafonodjon is. És akkor utána már, amikor kiderült, hogy milyen tehetséges, akkor utána már nem kellett neki hegedülni, hanem így lett. És hát nekünk az volt az előnyünk, ami a legnagyobb előnyünk volt az országban, kisrágfogónak, hogy minden nap muzsikáltunk együtt nálunk a József utca 7-ben. Reggel mindenki otthon 3-4 vagy 5 órát gyakorolt, és akkor délután följöttek hozzánk a lakásba, ott találkoztunk, és minden nap gyakoroltunk, de hosszú éveken keresztül. És ugye hát mi muzsikáltunk együtt, akkor is mi már lélegzetet tudtuk egymásnak, hogy mi van. Uh-huh. És a Gabi állította be a számokat, a Gabi egy különleges tehetség volt, leült dobolni, megmutatta, hogy mit szeretne, milyen ritmus, hogy csinálja. Tóninak, megmondta, hogy mit a Lacinak.
hogy én egy nagyon különleges tehetségű ember voltam. És hát hosszú éveken keresztül gyakoroltunk. És akkor most hívtam föl, most volt a születésnapja a rádióban, tudod, aki csinálta a tánczenei műsor, benne van Komjáti György. Komjáti Györgynek volt a születésnapja, és a Lomaregon még fölköszöntötték, mert nem volt a tévében, az ATV-ben, és akkor én felhívtam egy telefonon, és beszélgettünk, hogy én születésnapját fölköszöntöttem, mert úgy kerültünk az FMA, tudod, a fővelődési művelődési ház. FMH. Igen, az ott volt ez a verseny. És mi a kedjével akkor kivoltunk egy ifjúsági parkba, és ott beszélt a Komjáti, hogy lesz ez az amatőr verseny. És mi felmentünk a ételem részen, mert fel kellett menni ott. És megkérdeztük, hogy hol lesz. És azt mondta, hogy hónap kezdődő, de hónap lesz a fővárosi művelődési ház. De mi már mentünk oda, hogy a Komjáti küldött minket. Mert jelentkezni tudod, hát akkor kellett beküldeni. Persze, minden ilyen, ami kezd. És hát azt mondták, hogy a Komjáti küldött, akkor rendben. Hát úgy adtuk elő, mint hogy a Komjáti küldött volna, de a Komjáti nem küldött minket, csak ő elmondta, hogy akkor lesz. És hát a Komjáti izgult, most már elmondta nekem valahogy beszélgettünk, hogy na most az ő nevét mondtuk, hogy na most milyen zenekar. És akkor hát büszke lett ránk, mert ugye lemuzsikáltuk az egészet, és akkor megnyertük azt a döntőt, a Budapestit, és akkor büszke lett ránk, hogy, hogy akkor na azt mondja, jóha nem szégyenítettek le, örült neki annak, hogy mi minket végül is így fedeztek fel, hogy Kislágfogó, mert akkor már kezdődött a Kislágfogónak a neve. Hogy ugye az amatőr fesztiváloktól kezdve, és akkor mi már jártunk a jazz fesztiválokra. Még ki mit tud előtt? Debrecenbe, Lendakamizsáréből, minden fesztivál. A Kis Imre nagyon rendes volt a rádióban, Magyar Rádióban. Nagyon sok rádió felvételünk volt, tévé, de a Kis Imre az akkor nagyon rendes volt, és nagyon sok rádió felvételt csinált nekünk. De a Kimi tud előtt, mi már, és akkor rájött ez a Kimi tud, és ott is fölényesen győztünk, ugye, mert senki nem kapott annyi pontszámot, mint még, hogy a Rákfogó, és akkor a Kimi tud, megnyert, mi azt hittük, hogy akkor most már sztárok leszünk, és akkor mondja, de hát az égvilágon semmi nem történt. Érted, mert vártunk, és az Óriba be kellett volna mennünk, hát bementünk, de az Óri se foglalkozott a Kislágfogóval, megmondom őszintén. Ott egy kicsit elhanyagoltak minket. Na, és akkor utána ugye úgy került, hogy a Tóni kikerült a Totóban, és ő kimaradt külföldön, és vele Gizék ment. De volt egy érdekes váltás, hogy azok hogy jöttek, hogy először is a Kunulaci helyett a Vasvári Pari lett a basszusi gitáros. Az már vége fele volt. Az azért volt, mert hogy a Kunu elment a minibe. És aztán a végén a Fekete Pisti is jött hozzátok trombitálni. Igen, akkor már ugye hát akkor mindig újítottunk, tudod, csináltunk. Meg hát ha meghang szeretett számot a Gabi, akkor mondta, hogy kellene még egy fúvós, és a Pisti, hát a iskolában Panzival találkoztunk, megismerkedtünk ugye, és akkor Pistén nagyon jól fújt, mai napig is jól fúj, és minden, de ő vele. Őt is bevettük a zenekarba. És aztán Németh Jancsi is. A Németh Jancsi is. Akkor én már nem gondoltam, akkor egy Burai Dani neve, mert én átmentem a minibe. És akkor utána egy Burai Dani nevű? Igen. De úgy tudom, hogy amikor megnyertétek a Kimit tudott, akkor mindannyian mentetek a jazz tanszakra tanulni. Igen. Ugye? Igen. Ez hogy volt, hogy felajánlották, vagy egyszer jelent? Az volt, hogy föl kellett, hogy legyenek minket, mert megnyert.